Sziasztok! Ma egy egészségügyi klinikában, egy MRI központba fogunk forgatni, és itt találtuk ki, hogy mi hogy legyen. Mesélek még otthonra egy kicsit, aztán megmutatom, hogy hogy is van a setup. Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és ez is egy ilyen behind the scenes-es videó. Egy egészségügyi központnak, konkrétan egy MRI labornak készítettem ezt a videót YouTube-os hirdetés formában, amúgy link a leírásba, hogyha érdekel titeket. Szerintem egy elég jó piacirést találtak meg, hiszen hogyha államilag próbálunk MRI-re menni, és azért amikor MRI-re van szükség, az ugye tegnapra kell, és sokszor hónapokkal később kaphatnánk időpontot, és hát ugye az egészség, tudjuk, hogy egy olyan dolog, amire nem szabad sajnálni a pénzt. Na mindegy, ez egy másik téma, de videó szempontból az volt a kihívás, hogy ugye ezt különböző digitális felületeken, például ilyen YouTube-os pre-roll formába szeretnénk megmutatni, és hogyan tudunk egy amúgy nagyon statikus, nem annyira szexi témát úgy bemutatni, hogy mégis érdekes legyen. Szerintem itt jön be a vizuális kommunikációnak a szerepe, hogy olyan képi világgal, olyan smooth transition-ökkel, tudjátok, amikor úgy megyünk át egyik jelenetből, egyik snitből a másikba, hogy kb. Észre sem vesszük. Például a kezdet is, ahol ugye én megmutattam, hogy hogy néz ki maga a klinika kívülről, viszont mivel ahol konkrétan a gép van, ott a tetején egy ilyen szép, eges, fákkal teli kép van a plafonon, ezért azt álltam ki, hogy ahogy mutatom, ugye, hogy hogy néz ki maga a külső helyszín, ha felmegyek, onnan le tudok menni, és akkor így ez például egy olyan átmenet, de köszönetet kell mondanom Évikének, aki amúgy egy nagyon profi szakember, és ő vezeti a vizsgálatokat, mert szerintem kb. 10-20-szor vettük fel, amikor, hogyha emlékeztek, volt az ilyen, hogy így leveszi a pokrócot, amit majd leterít, és azt is együtt kellett mennünk a fókuszt eltalálni, a pillanatot megtalálni, és nyilván nem így veszi le, hogyha normálisan egy paciens ott van, de ahhoz, hogy ez egy magával ragadó, megfogó videó legyen, és remélhetőleg végignézik azok, akikre célozzuk ezt a reklámot, vagy akik érdeklődnek, ahhoz ezek kellenek. És ott például azt találtuk ki, hogy ahogy leveszi, és követtem, utána rá kellett, ugye ki kellett, hogy nyilván, mint egy ilyen lepe, mint hogyha Batmannek a palástja hullana le, és abból a sötétségből megyünk át, ez is egy ugye smooth, ilyen krémes, ahogy szoktam mondani, átmenettel a következő snitre. Próbáljuk meg, igen. Jó lesz ez, megpróbáljuk. Most egy olyan felvételt próbálunk csinálni, hogy lekövetem azt a mozgást, ahogy kihúzzuk, amivel betakarjuk a takarót, és ez nagyon nehéz lesz összekoordinálni, hogy jól legyen, meglátjuk, hogy milyen. Jó, mehet. Nem jó. Nagyon sokat kell megcsinálnunk belőle, jó, jól alakult. Én számolok, hát itt most nem ön mondja, hogy mi történik. Tudom, hogy egész nap ez van. Mehet. Mehet. Jó, lehet, hogy felveszem még pár másik szögből is, egy pillanat. Mehet. Még felveszünk, de ez jó lesz, ez lesz a szögünk. Sikerült egy olyan 15 felvételből, most abból megyünk át, az lesz a átalakulás, hogy most kihúzzuk azt. Ahogy most csinálta, onnan megy a takarás. Jó, mehet a takarás. Mehet. Nagyon jó. Most megmutatok néhány olyan felvételt, hogy hogy is vettem fel. Használtam az EB1-et második kamerának, amúgy a A7S3-mal vettem fel, amit most is használok a felvételre. Nézzük meg azokat, utána még elemezzük, meg beszélünk hangeffektekről, de most jöjjön néhány ilyen behind the scenes-es videó. És ahogy én elkezdek rá, és mondom, hogy most, akkor jöjjön és nyugodtan helyezze. Most. Jó, még egyszer. Most.
mehet. Szerintem ezzel meg vagyunk. Óriási lett. Nagyon jó. Na hát be is fejeztük, nem tudtam mindegyik részről így közben mutatni, megcsinálni, de úgyis az editálás meg ilyesmi, megmutatom az egészet, meg ugye láttátok már, hogy mi a, ami történt. Hogy tetszettek, milyen belelátni, hogy hogy készül el egy ilyen videó, és ami külön egy érdekesség, sőt nehézség volt, hogy képzeljétek el, hogy ez ilyen több mint 100 millió forintos ez a gép, és onnantól, hogy ezt telepítik és beüzemelik, folyamatosan, tehát nem lehet kikapcsolni, hanem folyamatosan egy ilyen mágneses vonzása van, ezért nem is mertem bevinni a Sokan X60-as fényemet, mert lehet, hogy így a gép magához vonzotta volna. Ezt úgy próbáltuk ki, hogy kaptam egy százast, egy fém százast, és hogy mentem közel a gép, ezt tényleg éreztem, ahogy így vonz oda a gép, hogy nagyon kellett vigyázni, amikor a kamerával is bementem, mert nyilván a kamerában, az objektívben is van fém, amit ugye mágnesesen oda vonzhatna a gép. Így nagyon erősen fogtam, és néztem, hogy hol van-e vonzás, vagy hol még nincs, és mindig, ha megnézitek, azért is használtunk sok stock animációt, amit megkaptunk a gyártótól, mert nem lehet egyszerűen fizikailag oda menni a géphez, és akkor is tényleg úgy fogtam, hogy ne kerüljön semmilyen olyan helyzetbe sem a gép, hogy megrongáljon, meg nyilván nem egy két fillér eszetről van szó, amivel ezt felvettem, tehát nyilván a saját technikámra is szerettem volna vigyázni. Térjünk át egy másik témára, ez pedig a hangeffektek. Itt teljesen szabadjára engedtem a képzeletemet, hiszen valahol mégis ez egy ilyen futurisztikus dolog, hogy a röntgen helyét hogy át tudja venni egy ilyen sok léjeres, mint hogyha egy brutál photoshopos dolgot kapna a testünk technika, egy szerkezet, és ehhez amúgy a storyblocks.com, nagyon ajánlom, ez egy fizetős oldal, de hogyha ilyennel foglalkoztok, megéri, árérték arányban szerintem a legjobb, mert stock videót, zenét is és hangeffekteket is lehet találni, de ha nem szeretnétek rá költeni, akkor Google a barátotok, és több helyen lehet találni szuper kis hangeffekteket. Én a Storyblocksról rengeteg ilyen skifi, utópikus, űrhajós hangot töltöttem le a beüzemeléshez, a gomb benyomásához, és szerintem ez is egy nagyon különleges hatást ad a videónak. Ezt már többször mondtam, hogy sokan azt a hibát követik, hogy lehet, hogy van egy tök szép videó, meg találnak hozzá király kis zenét, de nem töltik el azt a 2-3 órát a hangeffektek keresésével és a pontos elhelyezésével, amitől arra következő szintre tud kerülni a videó. Én ezt megtettem, úgyhogy nézzük meg most zene nélkül, csak a hangeffektekkel, hogy ez hogy néz ki, és közben mutatom a timeline-t is, látjátok, hogy hogy épülnek össze, hol vannak transition-ök, mikor milyen hangeffekt jön be. Nézzük! Hogy tetszett a videó? Kérlek, írd meg a véleményed kommentbe, illetve ha valakinek egyrészről szüksége lehet MRI vizsgálatokra, küld el neki. Nekem meg azzal segítesz, hogyha megosztod ezt a videót akár valamilyen social felületeden, vagy üzenetbe elküldöd, mert remélem sok embernek fog tetszeni, és hogyha itt vagy és megnézted, remélem te is köztük vagy. De ha most találkoztunk először, akkor ne felejtsd el megnyomni a feliratkozás gombot és a csengőt, és ugyanis elég sok ilyen tartalommal fogok jönni. Videózás, hogyan készült behind the scenes, az ehhez használt technikákat bemutatom, meg ugye ez is egy vállalkozás, és beszélek arról, hogy hogyan találhatod meg azt a szenvedélyed, amivel ki tudsz teljesedni az életedben, és akár szakmában.
pénzkeresési forrásként is tudod használni. Amúgy tavaly a HVG kiadta egy könyvemet, az a címe, hogy Válj valóra, és pont ilyenekről írok benne, lifehack-ek vannak benne, produktivitásról van szó, én márkáról, link a leírásban, ha szeretnéd megvenni, még dedikálom is, ez bárkinek jelent bármit, valamint tavaly készítettem mindegyik fejezetre egy napi vlogot, úgyhogy lehet, hogy kezdésnek érdemes azt megnézni, be is linkelem. Akárhogy is remélem még találkozunk, köszönöm, hogy itt voltatok, itt voltál, szia! Sziasztok!